Katona 40, 40 éves, a Budapesti Katona József Színház. Ennek apropóján egy jubileumi beszélgetés sorozatot indítunk el. A társulat tagjaival, elsősorban színészekkel és rendezőkkel beszélgettünk. Ez egy könnyed diskurzus az elmúlt 4 évtizedről. Nevetünk, sírunk, tényleg szó szerint is sírunk bizonyos pillanatokon, illetve próbáljuk feldolgozni mindezt a rendkívül gazdag múltat. Olyan társulat volt, hogy mindenkire színházat lehetett volna alakítani. Hirtes Ági, az édesanyját szintén alapító tag, tehát gondolom, te sokat voltál itt gyerekként. Hát amikor a Manót próbálták, akkor ő már terhes volt velem. Ó, és milyen emlékeid vannak? Ne európai torokkal beszélj. Midea. Midea. Igen. Zsámbéki, Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Jó, felejtsd el a verset. Zsámbéki mondott a próbaidőszak alatt egy nagyon-nagyon fontos mondatot. Egy nőnek mindig többe kerül a gyereket. Gyereket vállal, mint egy férfinek. Mindig. Halálosan mindig szerelmes voltam belőle. Halálosan. Szerelmes. Aztán persze jött az Ervin, a Győző, mármint, hogy szerelmes voltam belőlük, mert semmi nem történt. Na, és akkor... Ez izgalmas lenne bűsöm. És volt egy hatalmas pofon benne, az egyik jelenet végén, és úgy alakult, hogy kiszakadt a dobhárgát. Ezek voltak a Bence nevek, és mikor... Nem PC. Behozták Máté Erzsit egy kisfiúval a karján, Agárdi Gáborral szemben megállt, és azt mondta, Huzzáne, gyújj! Ez a gyermek az enyém! Olyan helyeken tud diszketni, ami addig soha. És hát nem tudod megvakarni, mert halott vagy. Itt van Szacsvai László, aki 1982 óta tagja a társulatnak, tehát alapító tag. Na most lehet tapsolni. 40 éve itt van. Pálma Janna 2007 óta, tehát 16 éve van itt, az is sok, 16 év is sok, nem? Az... Neked kisebb kapcsán. Jó, hát Fulajtár Andrea 1998 óta, tehát 25 éve tagja. Jézus. Katona József Színházának a közben. Dankó István pedig 2008 óta, tehát 15 éve. 15 éve tag. Kezdhetjük itt egyébként, te vagy ebbe a társaságba az, aki... legkevesebb ideje van a katonánál, még akkor is, hogyha 15 év is nagyon sok, 15 év alatt sok minden történt. De ugorjunk oda-vissza, hogy neked mit jelentett akkor a katona? Ebbe a színházba vágytál mindig? Nem mondhatod, tudom, hogy nem. Nem tudom, hogy ebbe vágytam-e. Hát vidékiként én nem is ismertem, tudtam, hogy Katona József Színház az létezik. De jó, ennek annyira örülök, mert a legtöbb társulati tag úgy kezdő, hogy én már főiskolás koromban tudtam, hogy ide szeretnék. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy kiválasztottak. Ez nagyon jó. Mesélj erről, hogy csöppentél mégis ide? Hát figyelj, azt tudtam, hogy létezik olyan színművészeti egyetem, ahová jelentkeztem. De később tudtam meg, hogy van Katona József Színház, de azt már a főiskolás évek alatt, és akkor gondoltam, hogy de szeretnék ide jönni. De előtte nem gondoltam arra, hogy bárcsak katonás lennék. Hát ez egy elérhetetlen dolog. És mikor jött meg az érzés, hogy jó helyen vagyok? Szerintem még várhatok el. Még egy picit. Igen. Mi a bajod? Nem. Hát figyelj, amikor a főiskolára fölvettek, és találkoztam a Zsámbéki Gáborral, akkor már éreztem, hogy ez azért ide szeretnék jönni. Tehát, hogy az a szellemiség, amit ő képvisel, az nem véletlen, hogy így vagyunk összeválogatva, szerintem. Mi ez a szellemiség? Ezt valaki el tudja mondani? Először a Székely Gábort említeném, akárhogy is van. Az ő ízlése, az ő kultúrája, az ő türelme, hát meg ahogy ez az egész Katona József Színház elindult, ami hát közismert, hogy volt egy Acél György, volt egy Posgai, akik kitalálták ezt, hogy mi az, hogy külön vonatok mennek Kaposvárra, meg Szolnokra, meg Kecskemétruszt. Jöjjenek föl Budapest a kultúrközpont. És akkor megtörtént ez a... Volt egy ilyen, hogy legyenek közelebb, hogy ellenőrizni lehessen őket? Is. Vagy hogy legyen Budapestnek is egy ilyen büszkesége? Hát nem, akkor Budapest, mi az, hogy vidéken külön vonatok mennek Kaposvárra, meg Szolnokra, meg nem. Ez nem volt összeegyeztethető az akkori rendszerrel szerintem. Vagy legalábbis, mit tudom én. Hát nem világos ez az egész, hogy egyrészt gyerek voltam, fiatal.
én soha nem voltam egy összegző, egy gondolkodó, egy alapító, ez is nem is értem, hogy én alapító tag vagyok. Hát ide hívtak, jöttem. Hát maradtam. Én a Nemzeti Színházban annak idején, akárki akármit mond, vezető színész voltam, mert egymás után játszottam főszerepeket. Aztán ez olyan 75-76 körül megszűnt, és amit én nem úgy bálva, nem voltam soha megsértve. És a katonában, akik egyszerre kb. 30-al jöttünk át, de hát most maradtam volna ott, ahol nem, akkor is igazgatóváltások voltak a Nemzetiben. Vámos László lett az igazgató abban az időben. Ő nem hívott, Dzsámbékék hívtak. Hát persze, hogy jövök, maradjak ott az akkori öregek, vagy szóval. Na most, amikor ide jött, összegyűlt ez a társulat, hát azt hiszem, hogy mondhatom, hogy mindenkire olyan társulat volt, hogy mindenkire színházat lehetett volna alapítani. Szóval fantasztikus emberek gyűltek össze. Aztán később ezek bővültek, mondhatok, Básti Julit, Udvaros. Amikor te kerültél ide, akkor mi volt a csapatért? Értéke. Tehát, hogyha arra a korszakra gondolsz, akkor mit jelentett akkor a Katona József Színház? Biztos, hogy valami mást jelentett, mint mondjuk most. Hát egyrészt én gimnazistaként ide jártam, ugye én akkor megint az a típus vagyok, akinek ez... Úgy, te csápoltál? Igen, én abszolút. És melyik fanhoz tartozt? Bástihoz vagy Udvaros? Úristen, mind a kettő, csak jó. Másért. Tehát nem volt ilyen... Na, jó, hát csak nem olyan volt, mint a... hogy hívják az Abbából, hogy ki a szőke csaj, ki a barna, mint Obi-ban, hanem nagyon, én nagyon-nagyon rajongtam a Katonáért. És amikor jöttünk, akkor pont az volt, amikor a mi osztályunkból elég sokan ide jöttünk gyakorlatra, hogy elment a Söptei Andrea. Tehát pont volt egy olyan periódus, amikor, és az akkor éppen gyakorlaton itt lévő fiatalok is elmentek, és egész egyszerűen tele lettünk szerepekkel, amiket át kellett venni, plusz kaptunk főszerepeket is, és akkor így én nagyon gyorsan belettem dobva a mély vízbe. És akkor te azt mondod, ez 1998, hogy akkor van egy 96-tól ilyen korszakváltó, voltam 96-tól megy, egy korszakváltó időszak. De most az Andi igazolja, hát, amit én mondtam, hogy nagyon fantasztikus emberek voltak, elmentek, és fantasztikus emberek jöttek. Igen. Hát igazából ez volt a helyzet, hogy ott mentenünk kellett előadásokat, amivel szakmailag az ember nagyon-nagyon sokat tanul, futó előadásokba beszállni. Másrészt meglettünk terhelve igen komoly főszerepekkel rögtön. Te vagy az az ember ebben a társulatban, aki hát a saját korát nézzük, aki a legfiatalabban került a színházhoz, nem? Mert Szirtes Ági, az édesanyját szintén alapító tag, tehát gondolom te sokat voltál itt gyerekként. Hát olyannyira, hogy én először a Katona színpadán úgy voltam, hogy az anyám hasában. Tehát, hogy én fogantatásom... Hát amikor a Manót próbálták, akkor ő már terhes volt velem. Ó, és milyen emlékeid vannak? Te voltál a kis Manó. Mély hipnózisba leviszel, akkor lehet, hogy meg tudom mondani. De hogy, hát szóval én innentől kezdve szerintem meg vagyok... babonázva, vagy hogy én nem is emlékszem arra, amikor nem arra gondoltam, hogy majd egyszer, hogyha én is ott állhatnék ezen a színpadon. Hát én gyerekkoromtól kezdve bejártam ide, és néztem az előadásokat, és mindig, tulajdonképpen azt nem mondom, hogy egyértelmű volt, de a vágy az egyértelmű, az, hogy ez így lesz-e, azt nem tudtam, mert aztán lovak jöttek az életembe, szerelmes lettem a lovaglásba, és akkor azt hittem, hogy majd én olimpikon leszek, és ez lesz az utam. De aztán a Vörösmarty gimiben, ahol drámatagozatra jártam, ott minden reggel átmentem a Szentkirály utcán, és akkor így megsimogattam a Vas utcai főiskolának az épületét, vagy egyetemnek az épületét, hogy jaj, de jó lenne, hogyha egyszer ide felvennének. És akkor nem vettek föl, amit utólag nagyon nagy szerencsének gondolok, mert nagyon boldogtalan lettem volna abban az osztályban, ami éppen akkor indult, és akkor egy évig elmentem a Bárkára, és aztán fölvettek, és akkor ide szerződtetett a Dzsámbéki Gábor. Akkor még ő volt az igazgató, Máté Gábor osztályába jártam. De hogyha így
visszagondolok erre az időszakra, vagy hogyha most arra gondolok, hogy ez mennyire volt egyértelmű, akkor nagyon. Tehát, hogy én mindig ide akartam tartozni. De nem volt soha az édesanyád és köztet konfliktus emiatt? Nem volt olyan, hogy le akart beszélni, hogy ne gyere ide, mert csak azért sem, mert furcsa lesz a társulatban, hogy itt van egy család, nem? Nem, meg kicsit olyan is ez, mint a, tudod, amikor a cirkuszt így egy család csinálja, és akkor hát a gyerek azért megkérdezzük a cirkusz többi tagját is. Hát hogy... nem volt furcsa, hogy megérkeznek a gyerekek? Hogy itt van szélsősági gyerek? Először csak annyit tudok hozzátenni, hogy az Ági és az Anna két teljesen különböző egyéniség. Tehát föl se tűnt, hogy a lánya... Én láttam az Ágit fiatalon, egy elképesztően csodaszép nő volt. Azt sose felejtem el, mikor édesapád udvarolt neki a jövedelmező állást talán, vagy nem tudom, Asher rendezése még a Nemzetibe. Mindig virágcsokrokkal volt borítva a kocsi, amikor kijött. Szóval a termék az más lett, mint a Ági. Ilyen, Balázs, azt vártam, hogy mi fog ebből kijönni, hogy... De tudod, így sok... Ő a könnyebb természet? Nem az, nem. Hát ő sokat hozott, gondolom, az édesapjából is, aki szintén művészember. Pálmai Zoltán dobos. Igen. De hogy... Hogy tudod, ez olyan, mint egy ilyen, mint a görög tragédiában, hogyha nagyon el akarod kerülni ezt, hogy feleségül vedd az anyádat és megöld az apádat, akkor biztos, hogy meg fog történni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem, engem hívott a Zsámbék ide, de nem jövök, mert itt van az anyám, és ez annyira egyértelmű lenne, és annyira terhelt, és nem tudom, tehát, hogy akkor máshogy történik meg, valami más borzalom. Tehát, hogy mindenhogy nehéz szerintem. Persze sokat szorongtam, hát nyilván. Nem csak az anyámtól, hanem egyáltalán. Tehát nem csak az volt a szorongásom, hogy itt vagyok a katonában, hanem az, hogy... És még ráadásul itt az anyám, aki állandóan valamivel megtalál, hogy ezt ne így, azt ne úgy, de aztán erről szerintem ő is leszokott, meg én is már jobban viselem. Tehát most már... Ez összecsiszolódott. Mutatunk nektek hangfelvételeket, föl kéne ismerni, hogy ki és milyen előadásban beszél épp. Az alasod után a paradicsomba jutunk. Újra látjuk a férjeinket. Én vagyok. Igen. Nordos. Ez teked is. Abszolút. Az kemény előadás. Nézzük meg képpel is. Jaj! Az alasod után. Paradicsomba jutunk. Újra látjuk a férjeinket. Mondd utána. Egyetlen Isten létezik, Allah. És Mohamed az ő prófétája. A színház a Dubrovka negyed régi golyossapát gyárának egyik épületében van. Piotr és én mindig egy műszakban dolgozunk. A mai első riasztáskor éppen a Dubrovka előtt haladunk el. Látom a tömeget a bejáratnál. Erős fényekkel megvilágított égszínkék, transzparens rajta Nordost és Sirályok. A lépcső tetején egy kislány áll. Na, ez 2011, Nordost nevű dráma, hárman vagytok benne, ugye? Ti ketten is. Hát ez egy kemény darab, és ugye egy kortárs politikai helyzet, tehát ugye arra reagál, csak gyorsan mondom, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy volt egy ilyen pillanat az orosz-csecsen háborúban, amikor a csecsenek elfoglalták ugye ezt a moszkvai színházat. Igen, egyik moszkvai színházat, és utána egy háromnapi túszdráma után tragédiába torkolott az egész, tehát nem tudták az orosz kommandósok ezt jól kezelni, rengeteg áldozat volt, és ebből lett egy egyébként nem orosz. Egy német, szerzőtől egy dráma, amiben egy csecsen terrorista lányt alakítasz, azért is mondod, hogy Allah, ugye? És neked is ott nagy szerep volt, hogy mindenki monologizál, ez miért volt olyan fontos a te életedben? Hát azért nagyon megrázó, mert az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez az előadás az egyik olyan előadás, ami engem felnevelt, és az, ahogy az Andi meg az Erika, Bodnár Erika, ugye hárman játszottuk, ahogy ők teljesen egyenrangú partnerként kezeltek engem, az olyan erőt adott, mert addig mindenféléket játszottam, de ez valahogy egy olyan fontos mérföldkő volt az életemben, miattuk is, mert soha egyetlen egy pillanatig nem éreztem azt, hogy nem vagyok a társuk, mármint játszótársuk, mert ők úgy kezeltek engem,
mint teljesen egyenrangú partnerüket, és azt hiszem, hogy ettől ott valahogy megéreztem valami olyan erőt, ami aztán segített engem a továbbiakban, akkor én erre képes voltam, hogy ennyit dolgozzak, vagy hogy valami ennyire mélyre szaladjon bennem, és ez szerintem egy nagyon izgalmas előadás volt. Nagyon sokan mondták nekem, hogy nem robban föl semmi, nem forog, nem füstöl, nem csillog, nincsenek benne dalok. Tehát, hogy nem egy ilyen nagyon látványos, és mégis végtelenül megrázó és meghatározó volt a számukra, mert annyira erős és fontos előadás volt, és én is így emlékszem rá. És szerintetek ez csak tehetségesen megírt szöveg, amit tehetséges emberek előadnak, vagy számít az, hogy ez egy nagyon kortárs dolog, és egy olyan aktuális politikai helyzetre reagált, mai napig élő dolog. Hát most az orosz-ukrán háború kapcsán most ezt gyűrözik tovább. Tehát ez az, ami mindenkit megfojt, vagy itt van körülöttünk ezek a nehéz helyzetek, hogy ez is számít? Tehát, hogy a színháznak kell, hogy ilyen éles legyen? Szerintem egyrészt nagyon kell, másrészt például ennél a darabnál azt érzem, hogyha ezt most vennénk elő, akkor egészen más utat járna be, mint amikor játszottuk. Még erősebb lenne? Igen, mert ugye akkor a leginkább, amire tudott reagálni a néző, az, hogy egy színházban ejtenek túszul embereket, és akkor ezt tudta leginkább közel érezni magához, hiszen egy nézőtéren ül, úristen, mi lenne, ha ide is bejönnének a terroristák, és elfoglalnák ezt a helyet. De most már, hogy itt van a nyakunkon a háború, most egészen másképp szólna az egész sztori. És ugye ráadásul ott, milyen érdekes, az orosz szemlélet az egyik szereplőjé, tehát hogy látja ezt egy orosz állampolgár, Putyin rendszerű állampolgár, hogy látja ezt egy lázadó terrorista, aki azt akarja, hogy a Putyin-féle rendszertől teljesen leváljon az ő saját kis országa, és hogyan látja egy már európaizálódott rigai litván csaj. Uh-huh. Tehát, hogy három nagyon-nagyon különböző nézőpont egy kaukázusi konfliktusról. Most ugyanezt mindennapjainkban éljük az orosz-ukrán helyzet kapcsán, tehát ha most mutatnánk be, szerintem elképesztő nagyot szólna. Egy nagyon forrongó világban élünk, szerintem ezek a drámák most jönnek, most írják valahol. Lehet, hogy akár magyarok is, de itt se számított, hogy nem magyar írta ezt a darabot. Ez egy fontos pillanat. De milyen érdekes volt, hogy két szó után rájöttünk, ugye Nordasz, nem? De. Wow. Hát lehet, nem a következőre gondoltam. Is rájöttök. Nézzünk még egy hangot. Ez mit nevetsz, vagy? Szacsi, de melyik előadás? Szacsi nem ismerte fel magát, ez biztos vagy benne? Igen, ez a igen. Szacsi volt. Igen? Szacsi, meg és szerintem a... Én a Mészáros Bélára gondoltam. Ez neked Mészáros? Lehet. Nem a Bucival, amit a Tagotár rendezett? Ja, vagy lehet, hogy a Newsikára, Mici Mackó? Nem. Ne. Te mit mondasz, Anna? Nem tudom, melyik előadás, de azt tudja, hogy a Szacsi volt, de nem tudom, melyik előadás. Senki nem tudja? Megnézzük képpel. Nem, majd én hagyom csak, hogy az Revizor. Még várj. Nem emlékszem, és nem emlékszik semmi. Ha úgy emlékszem, mindjárt emlékszem, ne zavarjon már! Egyszerűen nem semmit az agyom. Azt mondom, Piotr Ivanovics. Nem, Piotr Ivanovics, nem! Én mondtam azt, hogy hopp! Igen, uraj, nyilvánvaló. Ez a bizonyos tisztviselő. Hát a revizor! És már régóta itt van? Két hete. Szent Vasilikon érkezett. Szentséges Isten, két hete. A színház egyik nagy korszakának egy nagy pillanat, 1987, Zsámbéki Gábor rendezése a Revizor, és ha már humor szóba került, erre emlékszem, még ezt elcsíptem így fiatalon, és nagyon-nagyon szórakoztató volt. Tehát minden pillanata. És ugye itt, akkor nem mondjad te, mi minden jut eszedbe most? Hát én a Revizorral egy kicsit meg vagyok hasonulva, mert 73-ban én voltam Klesztakov,
a Nemzeti Színházban bizonyos Tosztonogo-féle rendezésben. Itt meg Bán János volt. Ott abban az Tosztonogo-féle előadásban Horváth Józsi bácsi volt, akit itt én játszom. És loptam tőle. De az nem bűn. Nem bűn. Szerintem örült neki, hogy és tessék megmondani a cárnak, ha tetszik találkozni, hogy itt és ebben és ebben a városban él bizonyos Piotr Ivanovics Popcsinszki. De ez akkor is imádtam, mikor abban az előadásban, hogy? Ha nem minden szövegére emlékszik a színész, akkor ez mély nyomot hagyott? De hát sok olyan mondat van, a gondolat már nem igen van, csak idézett. De ha ebbe a korszakba ugrunk pontosan, 1987, akkor ti már nagyon tudtátok, hogy nagyon erős a színház? Tehát akkor teljesen egyértelmű volt, hogy nagyon figyelnek rátok, nagyon sok kritika jelenik meg, általában az is pozitív, és hogy ti tulajdonképpen ti lettetek az első számú színház, erre akkor én nem tudok válaszolni, mert én ebbe soha nem vettem részt. Én meg 3 éves voltam. De hogy nem vettél részt? Hát ott vagy, ott most néztük, hogy ott állsz. És az, hogy ez mi, ezt én nem, akkor nem tudtam, így értem, hogy most mi mik vagyunk. Azt tudtam, hogy jártuk a világot. Hát volt olyan évad, amikor többet volt a színház külföldön, mint itthon. Elképesztő. Hát az, hogy a Platonovot bemutattuk Párizsba, elképzelhetetlen. Laktunk a Vaugirard utcába, ami közel van a Odeon színházhoz, ahol bemutattuk. Trianon szállóban laktunk. Jó, hát ezek akkor föl se tűnt. Hát most megint erősebb ez a gondolat. És hát szóval olyan ajándékot kaptam az élettől, sokat magammal, hát bejártuk majdnem az egész világot. Északi sark, déli sark, és azt hiszem Japánban nem voltunk, majdnem mindenhol volt a színház. Ami elképzelhetetlen, a 80-as években kikutaztak, hát sportolók, világhírű zenészek, meg mit, nem tudom, hát... És azt megkérdeztetem, Szöcső, hogy ebben az időben, mondjuk 1987-ben neked kik voltak az igazán közeli barátaid a társulatban? Hát akkor még itt volt Benedek Miklós, aki a mai napig legjobb barátom. Nagyon jóba voltam Végvári Tamással, Hollósi Frigyessel, Blaskóval, Új Laki Dini még mindig itt van. Voltak különböző elnevezések. Hát mindenki buzi volt természetesen. Na, Benedek, most így értem, Benedek volt az elegáns buzi. Csupa hasznos anyagot csinál, ez most jó. Végvári volt a kis buzi. Hollosi volt a százas buzi. És te mi voltál? Én egyszerű mezei. Na most ezek voltak a Bence nevek. És mikor... Már nem PC, ma már ilyet nem lehet. De most érted, hogy mondjam, akkor ez föl se tűnt, hogy ez mit jelent. Abszolút érdektelen volt, mert elment a vicc felé. Hát ez szó nem volt arról, hogy valakinek milyen identitása van. Ez nem erről volt szó, csak hát így, például a Hollosi Fricit mindig meg akartuk mérni, hogy hány kiló. Hát ő gyűlölte, és nem akart, és egyszer lefogtuk, és fölraktuk egy mérlegre, hogy hány kiló. Akkor hát a Mitsu az mindig elegáns. Benedek Miklós. Ő volt az elegáns buzi. A kis buzi, a Végvári, az mindig ment, aminek még volt egy mellékneve, hogy tómiózás. Hogy ki hogy vásárol. A Végvári az mindig megkereste bármelyik országba, egy külvárosba, egy eldugott kis helyen, ahol valami olyan gombot lehetett venni valamihez, ami sehol ne... Na. És mindig volt nála colstok. Ja nem, az a Drunyónál volt. A becenevektől Drunyó? Vajda László? Vajda Drunyó. Vajda László Drunyó volt. Drunyó, az a druncizás. Ő úgy vásárolt, tehát Milánkának kellett venni farmert, és volt egy madzagja. Szintén színész lett.
Igen, de volt egy, a zsebében volt egy madzag, amivel otthon Vilánka derekát lemérte meg a lábhosszát. És hát ment farmert venni, my boy, big, little. De szóval, cuki. És akkor hát Máté Erzsike. Voltunk Caracasba. Előtte szegény Olsovszki Évike ment át a szállodából egy hídon, ami a strádán vezetett át, ott volt a, hogy mondja, fesztivál. És hát oda ment egy ember hozzá, és egy késsel levágta a nyakából a pulóver alatt levő aranyláncát. Akkor halt meg a testvére, tehát nem volt jó állapotban, de mentőt kellett hozzáírni olyan. De csak a sok miatt? A sok miatt, persze, nem sérült meg, de hát lelopták a nyakából. Másnap megérkezett Máté Erzsi a második turnussal, könnyékig brillekkel, meg kapkötő nyaklánc fülbe. Na, gyertek, megyünk sétálni. Erzsik az Istenre, nehogy ki nem menjünk így az utcára. Mindjárt leszednek magáról minden. Muszáj tovább menni, Isten sztorik, csak a idő miatt. Hangbejátszás jön megint. Szétül az ifjú a magasban, ahová én emeltem. Hát, mikor a verseimet is felolvasom neki. Talizmán. Igen. Talizmán, ez ugye igen. 2000, Máté Gábor rendezése, és megint egy humorban nagyon erős előadás. Sőt, hát szerintem ez ott megint egy olyan korszak, nem, hogy hosszú idő óta ez a legviccesebb előadás. Hát azt nem tudom, hogy a legviccesebb, de hát azért... Hát ahol itt a színház is, mint azt mondtad, hogy na, és most viszont most keményen szórakoztatni fogunk. Igen, igen, azon lehetett röhögni, azon az előadáson. Még emlékszem, volt olyan... Akkor már megszültem a fiamat, de még utána is játszottam tovább, és még a Gergő látta a nézőtérről, és volt egy pont, amikor az Ervin ki, Nagy Ervin kollégám megkérdezte a nézőket, hogy na, ki lesz, kinél van a paróka, és akkor a fiam volt az egyetlen, aki csinált egy ilyet, és az emlékszem, hogy ott az egész nézőtér azon röhögött, tehát hogy nekem például nagyon kötődik a Talizmánhoz ez is, hogy közben anya lettem. Miközben ezt játszottam, ezt 10 évig játszottuk, ha jól emlékszem, hogy valami ilyesmi. Megnézzük képpel együtt. Jesus. Szédül az ifjú a magasban, ahová én emeltem. Hát, mikor a verseimet is felolvasom neki. Milyen bűbajos férfi. Hát, vesse le rögtön Libériáját. Kötetlen. Éreztem. Nagyon önkényesnek, mi többszek, Gyuri? Igen? Szemtelennek tartom Konstanciát, Gyuri? Igen? Amért cselédeket szerződtek távol létemben is, felhatalmazásom nélkül. A véletünk erő, és boldogság, és tisztaság, a egyszerű, aj nagyszerű, a teremtett világ. Ez a Nesztroy darab, ez önmagában hát elég vékonyka cucc volt, és szerintem a nem Gábor... Nem is gyakran játszott, nem? Nem ez is gyakran, ez egyáltalán. Ez 200 évvel ezelőtti darab. Igen, tudom, igen. Osztrák. És én ennyit tudtam mondani erről. Tulajdonképpen, amitől ez igazán élővé vált, az ahogy hozzáírtunk dolgokat, ahogy a figurákat feldúsítottuk. Ugye az egész, maga az alap, tézis, hogy van a sok fekete hajú között egy vörös hajú, és azonnal megpróbálják kirekeszteni, és ezért neki állandóan parókát kell hordania, ahogy beilleszkedjen. Ez egy nagyon jó társadalmi alapkérdés, és akkor ebből hogy lehet úgy humort csinálni, hogy a közönség élvezze is. És fontos volt akkor ez a gondolat, hogy igen, olyan előadásokat kell csinálni, amelyekben van egy ilyen érzékenyítés, hát ami nehéz témákhoz nyúl. Mindig olyanhoz érdemes nyúlni, és van, amiből drámát kell csinálni, van, amiből meg komédiát. És ez például tipikusan az volt, itt emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokat melóztunk azon, hogy az Ervin körül forgó világ az hogyan utasítja, tehát hogy melyik társadalmi réteg hogyan utasítja el a másságot. És akkor ez volt a humornak az alaphelyzete, hogy ki hogyan hülyül meg, hogyha kiderül, hogy itt egy
egy buzi van. Bocsánat, hogy így kapcsolódjak vissza az előzőn, de hogy legyen itt egy... Bocsánat, egyszerű mezei. És még én is beugrottam ebbe az előadásba, még voltam... Igen, Anna is volt benne, rengetegen ugrottak. Hát meg akkor egy szót ejtsünk az Ervinről. Ervinnek ez óriási szerepe volt, nem? Tehát nagyon jó volt benne, nagyon sok mindent csinált, és nagyon bírta, és bírta. Szép volt, és bírta is ezt a... Abszolút. Tehát az, hogy az Ervin egy mekkora szórakoztató ember, nem? Aki így az újak körét ugye csavarni az egész közönséget, az itt derült ki talán a legjobban. Igen, igen, és itt kapta a legtöbb bugyit a portára. Abszolút. Kapott bugyikat? Még akkor volt ilyen? Igen. De ez megszűnt már, nem? Valahogy minden már neten történik. Ma már bugyi sincs. Ma már csak azt írják, hogy bugyikat becsomagoltak neki. Hozta fel neki a büfébe, és mindig igen mutatta, hogy most éppen milyen színű, milyen csipkés, vagy és nem ki kapta meg, vagy ki élet a sok bugyi? Nem tudom, mit csinált vele végül. Ervin, a bugyi gyűjteményedet akarjuk látni. Egy bugyiboltot. Egy bugyiboltot is. Ilyenek történik, hihetetlen. Hát, még ilyenebbek, Tilla. Mesélj akkor. Nem, várj, nem jön még, van még hangfelvétel. Pisti. Én vagyok neki. Nincs meg? Hogy mi ez? Senkinek nincs meg mi ez? Ó. Nekem van egy tippem. És mi a tipped? Mi volt, hogy egy nagy fogam volt, és te voltál az... nem az? Filozófus. Nem, az izé nem volt, az Bessenyei nem szöveg volt. Nem, nem. Ha azt mondom, hogy 2010... Kovács Dániel. Két lengyelül beszélő szegény román. Nézzük meg. Tudja, nem könnyű vele, hogy megmakacsolja magát. Megmakacsolta magát, mert magas. A fogas stimmel, rohadt fogok volt. Nálunk Romániában nincsenek ilyen kis fenyők. Nem is létezik ilyen jellegű fa, mint a fenyő. Másfajta. Jége. Hallott már valaki ilyen fár, metének? Van valami kajája, abban várnak, valami melegcsal. Hát ez az, ami nincs. Vártam, hogy jön majd az atya, segít. Aludhatunk egyet a papánál? Össze-visszásunk a fáradtságtól, csak aludni akarunk egyet, nem zavarjuk a papát. Aludni? Úgy tűnik, cseg az atya bármikor. De vigyáznotok kell, ők nem alszanak. Óvatok? Kun Vilmos, Borbély Alexander, és Elek Ferenc volt látható ebben a bejátszásban még. 2010, kortárs lengyel dráma, ez is egy nagyon sikeres előadás. Milyen emlékeid vannak? Irgalmatlan mennyiségű szöveg volt, nagyon-nagyon, és így, tehát végig így kellett beszélni. Tehát ebben a tempóban, mert egy bedrogozott fiút kellett játszani. Katasztrófa, hogy igen, nagyon szerettem játszani. De figyelj, végén már azért ez már annyira nem volt sikeres. Tehát ha nem volt? Nem, megbukott? Nem. Megbukni nem bukott meg, inkább az volt benne az érdekes, hogy ez a lengyel dolog, tehát azon kívül, hogy nagyon a fiatalokat akarta megszólítani ez az előadás. Dorota Maslowska a szerző, aki írt egy... Magában is egy fiatal szerző. Így van. És írt egy nagy regényt, ami így berobbant a világirodalomba, és írt rögtön egy színdarabot, ez volt a két lengyelül beszélő szegény román, ami Lengyelországban arról a fajta rétegről beszélt, arról a fiatalságról, aki a bulit csak úgy tudja elképzelni, hogy drogokkal, vagy valamilyen tudatmódosítószerekkel. És abból való kitisztulás, és rájönnek arra, hogy igazából nem is történt velük semmi. Tehát egy nihil, amiben élnek. Ez volt az alaptémája a darabnak. De 2010-ben nálunk ez azért nem volt annyira jellemző, és azt gondoltuk, hogy ez így majd behozza a fiatal közönséget, és érdekelni fogja őket, és egy nagyon jó humora volt pont a nyelvezetnek, és úgy elfogytak a fiatalok a végére sajnos. Én azt hittem, hogy ezt pont azért talált be a közönségnek, mert ennek volt egy másik rétege is, nem? Hogy
a kelet-európai ság mikéntje, hogy a román az egy másik kelet-európai akár, mint a lengyel, mint hogyha ahová ők tartanak, ahová ti tartottatok a Borbély Alexandrával, az már egy kulturáltabb Európa, vagy egy másik Európa, mint ahonnan ti jöttök, és ez tulajdonképpen mindennyiunkat érint. Igen, hát amikor elmesed a sztoriaidat, hogy hogy viselkedtetek máshol, akkor tulajdonképpen mi mindig egész életünkben szembesülünk azzal, hogy hogyan vagyunk kelet-európaiak. Igen, de amiről most beszélsz, az a fajta dolog, az a mostanról való rálátása erre a témára. Tehát akkor, abban a pillanatban, amikor mondjuk csináltuk ezt az előadást, és én végig azon gondolkodtam most, hogy ezzel kapcsolatban, meg úgy egyáltalán erre a beszélgetés, hogy mi most rálátunk valamire, hogy akkor ennek milyen hatása volt ennek az előadásnak, vagy izének. Tehát, hogy most mi innen távolról elemezzük azt, hogy akkor mi volt. Hogy volt ez az egész, meg... Uh-huh. De abban a helyzetben, amikor mi csináltuk ezeket az előadásokat, és szerintem ez az érdekessége a katonának, hogy egy picit mindig megelőztük. Valahogy itt a dramaturgok és a rendezők úgy tudtak beletalálni, akkor, hogy mindig egy picit előrébb jártunk gondolkodásmódilag és színházilag. Azért, hogyha megnézed, hogy az utóbbi időben milyen darabokat mutatnak be akár vidéken, vagy miket vesznek elő, egy csomószor az történik, hogy a katonában már játszották. Uh-huh. Például egy mi osztályunk, ami végig söpört. Uh-huh. Terror. Egy terror. Kaukázusi. Végig. Egy kaukázusi kréta. Már nagyon régen nem vették elő. Érted? Tehát, hogy valahogy annyira érzékenyen tud reagálni a színház, ez a színház, arra, ami minket körülvesz, hogy egy picit mindig korábban vagyunk. Megpróbáljuk ezt az instrukciós játékot. Az instrukciós játéknak az a lényege, hogy először is mindenkinek föl kéne idéznie valami emlékezetes instrukciót magába, ha lehet akkor, ami nem annyira ilyen fizikai jelenlétre vonatkozott, bár az is lehet. Én egyet hoztam. Elmondom az instrukciót, és szerintem ki fogjátok találni, hogy ki mondhatta és melyik szerepre. Tuti. Ne európai torokkal beszélj. Midea. Igen. Zsámbéki. Ezt ki ez járta? A Bagó Gézihez, de most ez nem érdekes, mert most az instrukció a lényeg. Jó, de ez nagyon jó. Igen, ezen gondolkodtál, vagy egyből tetted és csináltad? El kellett kezdeni kidolgozni valamit, ami egy olyan... Ősibb, vagy milyen görög? A görög az nem is európai, hanem akkor az ilyen... Hát ráadásul Méda nem is a kultúrgörög szférából jön, ugye? Uh-huh. Hogy hívják ne ezt? Európai, ez nagyon jó. De hát ez azért volt lehetséges, mert egy Pavarotti és egy Sajapin rejtőzik benned hanganyagban. Persze, hát ezt akartam mondani. De ezt majd milyen meg kell mutatnod, várjál, előtt hívni magad a szöveget, ugye. Miért? Én azt hittem, hogy egymásnak adunk instrukciót. Nem akkor az, jó, akkor Pisti megcsinálja. Persze, nekem is eszembe jutott most a Zsámbékiról valami, hogy a felvételim. Kaptam tőle egy instrukciót, második rostán volt, és a Zsámbék... Már ez fölvettek utána? Ez, igen, nem fölvettek is. Bementem, mindenki bent volt ilyen fél órákat, 20 perceket, és bementem a terembe, ott ültek így az asztalán, Zsámbéki középen, és azt mondta nekem, hogy mivel akar kezdeni? És akkor mondtam, hogy hát akkor valami versen. Jó, kezdje el, és mondtam, hogy nem tudom már mi volt, a versen már nem emlékszem, de Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Jó, felejtsd el a verset. Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Jó, felejtsd el a címét. Petőfi Sándor. Ne legyen biztos benne, hogy Sándornak hívják. Petőfi Sándor. Jó, köszönöm, végzett. És kimentem. Ez volt a másodrostám. De ez mentem. Nagyon kemény. De ilyenkor mit gondol egy fiatal ember? Utána leültél a folyosón, és nem azt érezted, hogy véged van. Elmentem. Ott volt a főiskola mellett, volt a Klub 93 helység, és ott elmentem, és berúgtam. Mert tudtam, hogy engem nem vesznek fel. És fölvettek. Igen, de visszamentem, és akkor láttam a papíron, hogy fölvettek. És hogy tudtál fölmenni, megnézd? Nem beszéltük meg, de Zsámbékival nem szoktunk ilyenekről beszélgetni. Igen. Tehát ő lát, nagyon jó szeme van, ő pontosan tudja, hogy kit miért vesz föl. Jó, de ez is nagyon jó instrukció. Zsámbéki egy darabig hagyja a demokráciát, aztán megmondja, hogy mit kell csinálni. Láttunk már ilyet. Tényleg? Meséltél. Nem, ti meséltél, milyen instrukciót eszedbe? Hát amiből egy nagyon költői instrukció volt az életedben. Zsótér Sándor, az egyetemen dolgoztunk Rettegés és félelem a harmadik birodalomban, és akkor azt mondta, hogy
Anna, ezt most mondja már el úgy, hogy nincs egy hasz a szája sarkába. Hogy mi nincs? Egy hasz. Jó, tegye már meg, hogy ezt most úgy mondja el, ezt a mondat. És akkor ez... De ezt te értetted egyből? Szerintem igen. Na, az a jó! Rögtön tudtad, hogy mire gondolod. Mire vonatkozik. Egymás instrukciáját fogjátok meg. De figyelj, ez milyen érdekes, hogy mi ezeket rögtön megérdekel. Ez nem az van, hogy... Nem az történik, hogy elgondolkodsz rajta, hogy vajon mit akarsz? Igen! Oké, nincs egy hasznos szájos arra. Persze. Neked kell. Melyik oldalon nincs? Látom magam előtt. Én tudod, mikor rögtem egyébként az egyik legjobbat életemben. Mikor? Starban Star című műsorban, amikor lenyelted a konfettit. Azon rögtél. És azt mondta, hogy... De én abban majdnem belehaltam. Jó estét kívánok! Tényleg lenyeltem egy konfettit, majdnem meghaltam. És azt mondtad, hogy várjuk, ez most nem vicc. És fél órát senki próbáltam. És ezen te röhögtél? Nagyon! Miért röhögtél? Majdnem meghaltam. Én ott szembesültem azzal, hogy van stúdióorvos. Miért? A stúdióorvos az mindig pont akkor nincs ott, akkor nem tudom, látok, hogy a színházban hát nincsen, valaki megsül, és pont akkor nincs semmi. Legszebb öröm a kár öröm. Érted, hogy már hány éve hullik körülötted az aranykonfetti, és még soha nem tüdőzted le. És túlélted. Emlékszel, amikor az izébe mi volt az a vörös darab, a kétfejű fenevadban lehelnek, kiment a bokája, és akkor mondták, hogy szóljanak az orvosnak, az orvos ott ül a 8. sor, nem tudom én hány a székénél, de menjünk tovább, ne álljunk le, és bementünk, mint törökök, és azt láttuk, hogy egy darab üres szék van a nézőtéren. Az orvos. Na. Rá mit lehet repülni a fotókra, kinek mi tetszik, mi az, amiről eszébe jut, mi az, amiről szívesen beszél. Ne! Itt a két fejű. Atya világ! Azt de is, az... akkor mondjad, jó, kezd el te! De ez csak azért, mivel még párhuzamosan játszom folyamatosan a Sufnibeli bemutatóval, ezért még nem tudtam megnézni Pálos Hanna médeáját. De ja, ez is egy olyan láncolat, ez is olyan, igen, mint a Platonov, hogy volt egy régebbi változat, jelen esetben ez voltál te, és igen, van egy új, igen, változat. És hogy ez, én nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy megnézzem, hogy a Hanna milyen benne, meg egyáltalán milyen a koncepciója az egésznek. Meg, tehát, hogy én iszonyatosan sokat beszélgettem vele már a próbák kezdete előtt is, és a próbák alatt is, meg utána is arról, hogy milyen ezt a szerepet próbálni, hogy mászik be az ember bőre alá rendesen. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó szerepem volt, és nagyon jó érzés, hogy most, hogy a Hanna dolgozik vele, így már valamin túl vagyok, és tudok neki mondani dolgokat, amik esetleg segíthetnek. Például a színházi szempontból az, hogyha van egy ilyen nagy... komoly szerep, ami egy női karakter, határozottan ugye fontos itt, hogy ez egy női sors, női karakter, ez változik az évek alatt? Tehát 25 éve vagy itt, a világban nagyon megváltozott a nőkhöz való viszony, ugye a nők helyzete, munkahelyen, stb. Tehát, hogy pont egy ilyen korszakban vagyunk, ahol ez egyre fontosabb. Te ebből mit érzékelsz, így színházi szempontból? De most a média sztori kapcsán kérdezed ezt? Igen, meg hogy egyet, hogy mást jelent most egy média, mint 15 éve, vagy... hogy... Szerintem az van, hogy a felszínen változott a nők helyzete. Csak a felszínen. A gondolkodás és a beszéd legelső rétegében van egyfajta elmozdulás, egy egalitás irányba, vagy legalábbis, hogy kvázi egyenlőség van, de a mély rétegekben semmilyen változás nincs. Egy-kettő, ez egy olyan sztori, amiben egy nőt, aki két gyermeket szült egy férfinak, lecserélnek egy fiatalabbra. Ez, ha csak annyit mondok, hogy Shakira is Piqué. Shakira mekkora számot írt most nemrég, amiben üzent a csávójának, hogy ezt és menjen Piqué a picsába. És Piqué is üzent. Egyből milyen jó szponzor szerződései lettek. Úgyhogy ez mivel ez örök. Ez nem lehet. Ráadásul is Gábor mondott, Zsámbéki mondott a próbaidőszak alatt egy nagyon-nagyon fontos mondatot. Azért is örök ez a téma, mert egy nőnek mindig többe kerül a gyereket vállalni, mint egy férfinek. Mindig többbe kerül, nagy betűkkel. És ez ennek az örök leképződése, a média sztori.
Hát te mit vettél ki? Én kérlek szépen itt egy ősrégi fotót, ami hát Übü király. Ról szól. Drága Hollósi Frici. Olvassa be azt, amit minden országban az ország nyelvén kellett elmondani. Igen? Megfordítod? Merre fordítsam? Úgy indult az előadás, hogy te hegedültél. Hát nem, a darabba szerepelt, ez Übü Big Bandnek hívtuk magunkat. Fejreállított zongorán zongorázott Végvári. Vajdai Vili két olajos hordón dobolt. Azt hiszem, semmit tesz. A Gazdag Tibi volt az első gitáros szereplője, az Übü Big Bandnek, és én voltam a hegedűs. De most ez úgy indult, hogy olvasó próba után első rendelkező, ki tud valamilyen hangszeren. Hát akkor, hát én mondtam, hogy már volt kezembe hegedű 6 éves koromban, aztán letettem, meg gitározni akartam. Iszonyatosan zavarta a főszereplőket, Bást Jülit, Sinkó Lacit, hogy mi ott állandóan próbáltunk, valahogy egyikünk se hangszeres ember, próbáltunk valamit kitalálni, vagy hogy lehet valami, mert mindent leképeztünk zeneileg, ami a színpadon történt. És hát ez gondolom iszonyú nehéz volt a főszereplőknek, a tenger nehéz szöveg mellé ezt állandóan ezt a ízét. Volt egy próba, iszonyú fáradtak voltunk, azt mondja a Végvári nekem, Szacsi, akarsz dohányozni? Igen. Szóval elkezdtünk, na a zenekar menjen ki, és akkor lehetett dohányozni. Szóval ilyen aprós. Még egy egyébként dolog, ez az előadás is megnézhető a neten, tehát ez fellelhető, ez fel van véve, vissza lehet nézni. Én láttam is, és én nekem úgy tűnt akkor, hogy te nagyon jól hegedültél. Ez egy nagy tévedés. Én a Kottát se ismerem, úgyhogy tapogatós hegedűs vagyok. Amíg kijött a csövön, azt letapogattam, és azt be kellett gyakorolni. Anna, te mit vettél ki, megmutatod? Én nagyon pici voltam, 11-2. Élek, mint a disznók. Igen, ez Asár Tamás rendezése, 1996. 96. Elvileg. Uh-huh. Hát még nagyon pici voltam, igen. De akkor arról beszélj valamit, hogy élvezted? Vagy te ilyenkor például izgultál, hogy gyerekként kell színpadon lenned, vagy az egész csak egy jó játék volt? Halálosan szerelmes voltam a Rajkai Zoliba, aki természetesen hát nem, ez nem működhetett, mert még nagyon pici voltam, ő meg már nem. Több gyerekes apa. Igen. Jó, de ez annyira cuki, ez annyira tipikus, nem, hogy a kislányok mindig valakiben szerelmes, mindig valami nagy fiúba szerelmesek. Aztán persze jött az Ervin, a Győző, mármint, hogy szerelmes voltam belőlük, mert semmi nem történt. Na, és akkor... Kezd izgalmas lenni a műsor, mesélj. A Bodó Viktorban is szerelmes voltál. Szerelmes voltam belé, nagyon igen. És van egy fotó itt valahol a Poppeáról, és aztán mindig erről beszéltünk a Rajkaival, hogy és te szerelmes voltál belém, amikor 12 éves voltál, és most itt játszunk, hogy Nero és Poppea, és szétnyaltuk, faltuk egymás napon az előadásban. Tehát, hogy hát igen, érdekes az élet. Akkor, az a másik? Kétfejű fenevad, Máté Gábor rendezte. Uh-huh. Ez legalább olyan fontos, mint a Nordost. Itt kaptál Fekete Tibitől, Fekete Ernőtől egy hatalmas pofont? Ez az? Igen, itt kiszakadt a dobhártyám ebben az előadásban. Hát mert a Tibivel volt egy jelenetem, hogy mi zsidók vagyunk, zsidóvallásúak, és én beleszeretek a Lehelbe, aki meg egy keresztény fiú. Mm-hmm. És akkor azt mondom az apámnak, hogy én nem vagyok többé zsidó, én keresztény vagyok. Hát csodálatos nyelvezete van amúgy ennek az előadásnak, kívülről tudom még mindig az egészet, mármint a saját dolgaimat, meg a Tibiét is, de hogy igen, és akkor volt egy hatalmas pofon benne az egyik jelenet végén, és úgy alakult, hogy kiszakadt a dobhártyám, és akkor a jelenet közben éreztem... Azt egyből hallottad, hogy baj van? Nem, hanem azt éreztem, hogy folyik valami végig a nyakamon, és éreztem, hogy iszonyatosan fáj a fülem, és hogy azon drukkoltam, vagy oda nyúltam, és akkor csak azon drukkoltam, hogy ne vér legyen, de ilyen átlátszó folyadék volt, tehát ami a füledben van, ez a folyadék, ez elkezdett kifolyni. Az egyensúly folyadék. És nem vettél rosszul? Volt egy ilyen
így csöngött a fülem, és akkor utána rögtön mentünk az ügyeletre. De hatalmas virágcsokrot kaptam tőle, soha életemben nem kaptam, nem is fogok a TV-től virágcsokrot kapni szerintem. És összelézerezték, tehát meggyógyultam. De ez nagyon fontos, ezt nagyon szerettem, ezt a szerepet. És ezt? Megmutatod? Igen, a kaukázusi krétakör. Hát itt ugyanezt gondolom, amit az Andi az előbb elmondott a médejáról, hogy soha, tehát hogy születhetnek jó kortárs darabok, meg lehet nagyon fontos és új és mindenféle, tehát hogy lehet új a nap alatt, de azt gondolom, hogy ezek a történetek, mint például a Brechtnek a kaukázusi krétaköre, ami a jó és a rossz harcáról szól tulajdonképpen, ez a történet, ez soha nem lesz, tehát ez mindig aktuális lesz, soha nem volt ennyire fontos nekem semmi. Székely Kriszta a rendező, és ez mikori bemutató? Várj, gondolkozom, igen, 2017, és egyébként az itt eltöltött 16 évedből ez a legfontosabb szereped? Igen, abszolút. Igen, persze. Hát ez... Mai napig megy az előadás, meg lehet nézni. Igen. Ez most egy ilyen nagyképű dumának tűnhet, de amikor az olvasó próbán ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy jó, oké, én ezt tudom. Én ezt tudom, hogy ez mi. És hogy aztán persze mindenféle nehéz volt, és ezt most nem úgy mondom, hogy kisújból kiráztam, hanem arra az érzés, vagy arról az érzésről akartam csak beszélni, hogy nem tudom, Andi, hogy ez hogy van, mert te sokkal többet tudsz erről, de hogy azt gondolom, vagy az anyám életét, vagy pályáját végignézve, valahogy ez az érzésem van, hogy ilyen nincs sokszor az életben, amikor ülsz egy olvasópróbán is, és azt mondod, hogy lehet mindenféle baj, meg nehézség, de te tudod, hogy ki ez a nő, akit játszanod kell. 2018, igen. Hogy lehet? Hát, igen. Hát ez egy olyan anyag volt, hogy ezt a főiskolán, a Zsámbéki mindig ad ilyen plusz feladatokat a diákoknak, hogy vannak az anyagok, amivel foglalkozunk, és akkor, hogyha ő lát valakiben valamit, hogy ott még vannak olyan energiák, akkor ad még feladatot. És a főiskolán adta nekem a holt lelkeket, hogy csak valami jelenetet csináljunk belőle, és akkor ebből lett egy ilyen 40 perces kis előadás, amit ott csináltam. És amit az Anna mondott, a Gábor mindig mondta, hogy igen, ez egy rendezői gondolat. Mint a Máté Gábor mondta, amikor ide kerültem, és akkor ilyen megbeszélésen mindig mondta, hogy ez rendezői gondolat. És aztán valahogy egy beszélgetés folyamán mondta, hogy akkor mi lenne, hogyha csinálnál valamit. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy hú, örömmel, és rögtön ez jutott eszembe, hogy a holt lelkek. De ez jó, hogyha egy társadalban vannak ilyen lehetőségek. Van, akkor ezek szerint a te életedben ez egy nagyon fontos pillanat volt, hogy kaptál lehetőséget. Így van, igen. És most hál' Istennek most ebben az évadban is kaptam lehetőséget, úgyhogy... Hát a Sufriban rendszeresen vannak úgymond lehetőségek. Igen. Ez a kísérleti terep, mindig az a Sufni, az a legkisebb előadó helyetek. Igen. És akkor ott lehet kezdeni. Én úgy hívom, hogy van az Ovi, én még csak az Ovisokkal vagyok, és akkor van a Kamra, oda már a sulisok mennek. És az akkor már gimnázium? Igen, az általános iskola, és most akkor... Most itt ülünk az egyetem színpadán. Nem, ez még a gimnázium. Én sajnos arra is emlékszem, mikor még a Sufni, az romkocsma volt a színházon belül. Ötletet. Te mit vettél még ki? Ó, én kivettem a Kális fotót. Ja, ott vagy Jászai Mari. Igen. Nagyon Tasnádi Bence veled beszélget, ugye, szerelmes beléd, és neked van egy nagyon karakteres hangod. És igen, és azért vettem el ezt a fotót, mert ez szerintem szintén nagyon-nagyon jellemző erre a katona, a 40 éves katonára, hogy amikor a Dömötör Andrissal elkezdtünk dolgozni ezen a Jászai Mari karakteren, akkor azt kérdeztem tőle, hogy nem lenne, vagy nem illene ehhez az alakhoz, ha nem mai módon beszélne, hanem valahogy érezhető lenne rajta, hogy ő egy régi színházi kultúrából jön. A régi fekete-fehér filmekkel, például, a Babos, hogy a Jávor Pál. Hogy kísérleteznék valami hangokkal, és mivel én imádom Máté Erzsit, elkezdtem őt utánozni, és azonnal
Tehát, hogy azonnal röhögtek a kollégák, azonnal mondta az Andris, hogy ez nagyon jól áll neki, és nagyon sajnálom, hogy Erzsike már nem jár színházba, tehát nem tudja megnézni magát. Tehát nem tudja megnézni azt az előadást, amiben én azon a hangon beszélek, ahogy hallom őt beszélni. És ezt bármikor tud produkálni? Most is lehet kérni? Oké, Nemzeti Színház, stúdiós voltam, föl kellett menni az Ember tragédiájában a színpadra, behozták Máté Erzsit egy kisfiúval a karján, Agárdi Gáborral szemben megállt, és azt mondta, hozzá ne gyújj, ez a gyermek az enyém. Hát itt van, hogyha már még egyet mondhatok. Szacsi, utassa. Nem, már csak... Tényleg megy. Én innen számítom igazából életem legnagyobb sikerét, ez a Budapest Orfeum. A Benedek Miklóssal és Császár Angélával. Ez egy olyan előadás volt, ami nem úgy indult, hogy ki volt írva a próbatáblára, hogy hétfőn olvasó próba a Budapest Orfeumból, hanem ezt az ügy, a korszak és az egymás iránt való szeretet hozta össze. Itt nem volt rendező. Tehát, amit én mondtam az elején... Az a kérdő Benedek Miklós rendező, ez így nem igaz akkor? Nem. Nem volt rendező kiírva. A három szereplő volt kiírva. Na most ez volt az első produkció, amikor vége volt a Hapták színjátszásnak, amiről itt mindent magunk találtunk ki, és nem tudom. Hát szóval, és nem volt irítség, hogy ezt én akarom énekelni. Amelyik következett, persze ösztönösen kiválasztottak a dolgok. És iszonyatos munka volt, előzte meg, mert az a 40 szám, ami elhangzik, az azt hiszem 4000 számból lett kiválogatva. Tehát olyan átfogó képet kaptunk erről az egész kabaré világáról. Hát ez egy, fogalmazhatok úgy is, hogy egy 907-től 45-ig egy zenés irodalom óra. Hány évig játszottátok itt? Hát körülbelül, ha jól emlékszem, hát pontosan nem tudom, 360-szor játszottuk körülbelül. Játszunk tovább! Nézzük a szavakat! Jön, hozom a szavakat! Van két vödörnyi szavunk, hát ez ilyen übükirály szintű a csomagolás, vagy nem tudom, a talizmánba beleillene a díszletbe. Mindenki húzom magának egy szót. Két kört fogunk játszani, és azt mondja el, ami eszébe jut a szóról a színház vonatkozásába. Lehet mélyre is nyúlni, tessék. Egyet. Most egyet. Nézzük meg, te mit húztál. Papír. Fegyelem. Fegyelem. Minden szó jelentett valamit. Fegyelem, erről mi jut eszedbe? Például az, amikor az Idióta című előadásban én Nastassja Filippovnát kellett játszam, vagyis hát azt játszottam, és a végén ugye Ervin engem megöl, Nagy Ervin kollégám, és itt kellett feküdni kiterítve a színpadon két gyertya társaságában úgy, hogy az Ervinnek meg a Tibinek még ment egy jelenete, és ugye a néző ne lássa, hogy én élek. Tehát, hogy úgy kellett léleznem, hogy nem lélegeztem. Az nagy komoly fegyelem volt. Megtanultál egyszer venni levegőt? Nem, a rekeszbe vettem, de oda is mindig csak csúsztatottan. Tehát nagyon csúsztatottan. Próbálom elképzelni. Tehát csak ide oldalra, hogy ne emelkedjen a hasam. És ez nem fulladoztál például... közben? Akkor volt szar, mikor náthás voltam, mert akkor nem tudtam orron. Tehát akkor úgy haltam meg, hogy itt haltam, hogy kicsit tudja. Kiszáradt, tudod. Igen. Én is ebbe a színházba x-szer haltam már meg. Valamikor már vagyunk hamar, valamikor kicsit várni kellett rá, de például a cigányokban is meghalok, és kiterítenek egy asztalra. Most olyan helyeken tud viszketni, ami addig soha. És hát nem tudod megvakarni, mert halott vagy. Ezt hoztam. És minket úgy hívnak, hogy katona. Késés. Valami nem annyira kedvencem. Késés? Te késős típus vagy? Én késős típus vagyok, igen. Honnan késő? Próbáról? Hát, hogy próbáról elkéstem többször. Hát ez mindig valami mélytengeri oka volt, hogy valamit nem akarsz, vagy szorongsz tőle, és azért késel el, mert már mindjárt megyek, csak igazából nem akarok menni. Valamiért nem akarok menni. De persze
ez nem mindig és minden helyzetben igaz, de nagyon, nagyon késős vagyok, mert mindig, tudod, ez a Halász Péter mondta, hogy lassan megyünk, mert sietünk. És hogy tulajdonképpen így kéne, hogy ha tudod, hogy rengeteg dolgod van, akkor szépen ezt kiszámítani, és csak nyugodtan, mert nagyon, nagyon kell sietni, szóval lassan menjél. De én nagyon sokszor kapkodok, meg össze-vissza vagyok, és akkor azt mondom, hogy meg szeretek otthon lenni nagyon, és akkor azt mondom, hogy jó, csak még egy 10 perc, csak még egy 15 perc, mindjárt, úgyis mindjárt ott vagyok, és akkor már... De melyiket? Mindegyik, mondom, teljesen más szavak, hanem melyik tetszik? Tessék mondani. Távolabbiból. Nem nyúltál túl mélyre. Tánc. Hát ez... Tánc, erősséged? Nagyon jól táncolom, Pisti. Lehet vele nagyon... Pálmaival. Rengeteget, és a full light-tel is rengeteget. Ez a vicces, hogy velük pont velük. Igen. Nagyon-nagyon sokat táncoltam. Hát most már keveset, sajnos. Ezeken igen, a bizonyos január 1-jei évad összegyűjtő premier bulikon. Igen, még régebben eljártuk bulizni, táncolni, tehát hogy ez ilyen... Igen, most már a premier bulik inkább ilyen dumálósak lettek, igen. Tudod, ilyen... Áldogálós, iszogatós, de nem azért, mert ti lettetek idősebbek? A fiatalok se táncolnak? Nem, ők nem, is nem, beszélnek? Ez kiment a divatból. Én nekem van egy teóriám, ezt mindig elmondom, hogy mi miatt. Azért, mert a dohányzás megszűnt, és ugye egy ilyen körhöz, amiben mi vagyunk, egy ilyen színházi körhöz, hozzátartozott a dohányzás. És mivel nem lehet bent dohányozni, ezért az emberek kimentek. És tök mindegy, hogy hogy szólt a zene. És a dohányzóban van a legjobb buli. És a dohányzóban megy a buli. Tehát igen. Még most is az van, hogy ha premier buli van, és itt menne a hepaj, az történik, hogy mindenki lent áll a dohányzóban. De van egy másik oka is, hogy régen a katonának egy hatalmas, tehát az ami most egy ruhatár rész, az ott egy hatalmas büfé volt, és ott nagyon jól lehetett bulizni. Hát az volt a nézőtéri büfé. Igen. A nézőtéri büfé. És most vagy a színészbüfébe vagyunk, vagy pedig lent a kantinba. A kantinba pedig teljesen belátni. Tehát, hogy nem egy intim... A kantinba kaptatok egy nagy teret. Igen, az egész belépő, hogy nem egy intim, egy büfé. Nem egy intim tér. Húzzon egyet! Jó van. Jaj, nem. Segítek. Igen, egyből azért nem akartok mélyre nyúlni? Lehet, hogy mélyen van, én a legjobb. Én mélyre nyúltam a fegyelemmel. Hát egészen így benn volt a kezem. Na nézzük. Bosszú. Megfordítod? Ez jó, bosszú. Na, ez már egy keményebb szó. Hát gyerekek, ez bosszúról az jut eszembe, hogy nem sajátom. Nem vagy egy bosszúálló típus? Nem, én Cyranót is úgy szoktam mondani magamban, hogy magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt is eltűröm. Hát bosszú... Nekem... Hát társadalom belül sok minden lehet. Jó, persze most tovább gondoltam valamit. Skorpió vagyok. Azok bosszulnak. Valamikor nem is tudok róla. Igen, nem felejtesz? Igen. Sértődős vagy? Sokáig sértődő, de nem úgy sértődök meg. Itt hamar túl vagyok rajta, de bennem marad a tüske. Aha. Szóval, és azt dolgozom rajta, hogy kiírtsam, hogy valaki úgy viselkedett vele, soha, abban a pillanatban soha nem jelzem, hogy nekem hogy ez nem tesz, csak marhasság, mert már rég túl lennék rajta. Cipelem a tüskét sokáig. Érdekes, hogy még mindig itt vagyok. Te, na most húzzál te egyet, Andi, még egy még kör. Még egy kör. Még egy kör. És még egy kör. Hova kell tenni? Megvárj. Én ide tettem magam. Csak oda tedd le nyugodtan. Ja, jó. Most a legaljáról húztam. Legyen valami jó szó, jó szó. Mi a jó szó? Mondd meg. Diéta. Diéta? Hát figyeljetek, az van, hogy én úgy születtem, hogy nekem diétáznom kell. Igen. Tehát abban az időben, amikor én megszülettem, az nem most volt, az 50 éve volt, akkor még a lisztérzékenység az nem egy ismert betegség volt, tehát nem nagyon tudtak róla. És én úgy születtem, hogy ahogy elkezdtek velem lisztet etetni, abban a pillanatban kórházba kerültem, és akkor nagyon-nagyon... Kintéseid lettek? Vagy rosszul lettek? Ó, sokkal szarabbul voltam, hát ilyen óriás has, meg pálcika végtagok, meg már fölkelni se tudtam. Tehát, hogy ez elég félelmetes rendesen... lett. Igen, és akkor volt egy specialista az országban, aki
több vizsgálat, több körös vizsgálat után kiderítette, hogy nekem lisztérzékenységem van, úgyhogy én gyakorlatilag azóta, tehát egész életemben diétázom. Úgyhogy ezt most megkaptam, ezt a szót, és ezzel itt megyek is haza. Ez lehet, hogy Solc, ez a testigmád. Tessék, melyikből tetszik? De mondhatod, ha valamelyik szóra azt mondod, na ez jó szó, ez rossz hajnap. Volna. Álom. Na ez egy jó szó, tessék, álom, ez jó szó. Akkor majd te is mondtad erről valamit. Mm. Én nagyon sokat és nagyon, nagyon intenzíven álmodok. Most ez az álom-álom? Ez az álom-álom, igen, éjszaka. Először. Hát csak te álom-álom. Akartam mondani, hogy nagyon megjegyzem az álmaimat, és nagyon sokat repülök. Tehát, hogy például én iszonyatosan sokat repülök álmomban, és azért nagyon sokszor várom is, hogy jaj, de jó, akkor most alszunk, és lehet, hogy most megint fogok repülni. De repkedsz, mint egy madár, abszolút, vagy egy angyal, vagy valahová mész? Nem, repülök, tehát dobbantok egyet ki, és kitárom a kezem, vagy széttárom a kezeimet, és repülök. De múltkor azt álmodtam például, hogy egy folyó fölött repültem, és láttam az árnyékomat, és hatalmas szárnyaim voltak. Tehát, hogy ez ilyen... Akkor ez neked egy pozitív élmény. Az álom is, meg a repülés is. Igen, és akkor néha persze van, amikor nem megy, üldöznek, nem tudok felszállni, akkor oda csapódom, nem tudom, ilyen villanypóznáknak. Akkor beakadt a lábad a takaróba. De van, nagyon, nagyon intenzíven álmodom, és nagyon sokat álmodozom. Tehát, hogy közben az is van, hogy egy ilyen aktív belső világot élek meg, napközben is. Babits verset ismered? Álmodozás az élet megrontója, ja, mely kancsalul festett egekben. Pisti, húz egyet. A mélyről kell, ugye? Azt nem, mondani. Mindegy, hogy olyan csak gondoltam, hogy hát ha... Ha már dolgoztak az aljával is. Facebook. Na, hát ez egy óriási téma, fölmutatod? Csak hogy lássák a kamera is. Facebook, közösségi média, hát ez mekkora téma? Te például aktív vagy a közösségi médiában? Hát úgy mondanám, hogy aktívak vagyunk, mert én alapvetően nem voltam, tehát ez a Facebookon nem, de például Instán, ott van egy ilyen kis dolgunk az Annával, hogy már van egy külön Insta oldalunk is. És ez miről szól? Hát van egy figura, amit kitaláltunk, ez egy ilyen Snapchat videó, és akkor ilyen nagyon viccesen néz ki a fejem rajta, és akkor itt ilyen kis rövid videókat osztunk meg. Egyik próba folyamat alatt iszonyatosan unatkoztunk a Pistivel, és elkezdtem hülyéskedni, hogy az arcára tettem ezt a filtert, és ez egy foga van ennek a kis embernek, és hát... Történetei vannak, castingokra jár. Egy perces videók a Pistiről, de hát ez mi nem tudjuk megunni. Tehát most csináltunk egy Insta oldalt ennek a figurának. És tervezzük a YouTube csatornát is. És fontos ez? Ti érzitek ennek a súlyát, hogy hogyan kell jelen lenni? Kell. Most már én nagyon-nagyon nem gondoltam, hogy ennek haszna van, vagy bármilyen. De a mostani világban szinte kötelező. Tehát egy-egy szerep, például nekem van olyan szerepem, amit kaptam most, amit azért hívtak be, mert az Anna kirakott valami videót rólam. És akkor így meg, ó, hát ez tök jó lenne a Pisti, erre a szerepre hívjuk be. És akkor behívtak castingra, vagy fölkértek egy szerepre, mert hogy ott mozogsz, ott vagy, látnak. Tehát ez szerintem most már megkerülhetetlen. Bármennyire úgy csinálunk, hogy nem akarunk részt venni. Szerintem kell. Csak mértékkel, mert az meg nagyon... Így van, pontosan tudjuk. Az nagyon fárasztó, hogy nem tudom, vannak, akiket követek, és megint kirakta azt, hogy főtt meg az édes krumpli. Hát most oké. Tehát, hogy igen, néha azért... De azt is sokszor sokan nézik. Na, Szatyi, még egyet, és utána befejez. Szintén mérő? Ahogy tetszik. Meglepetés. Te
Ez, hát ez majdnem olyan, mint üveges tortak a hanyatt esés. Ez egy jó végszó volt. Köszönjük szépen! Ide jött viszontlátásra! És tapsoljuk! Köszönjük szépen! Még egyszer! Szacsvali... Nem tudom, hogy Szacsvali Lászlónak, Fulajtár Andrának, Dankó Istvánnak, Kálmai Annának ezt a mai beszélgetést. És tényleg befejezzük akkor itt. Itt a vége. Jó. Ez a vége. Ez volt a Katona 40 egyik epizódja. Ha tetszett, akkor nézzék meg a többit is. De szerintem hát ha tetszett, és minden, ami szóba került, az vagy megnézhető a Katona József Színházban, vagy fellelhető valahol az interneten. Ez a rohadt strici! Hol ez a rohadt strici? Megölöm ezt a strigót! És a Dini jött hozzám a próbafolyamat alatt, és mindig mondta, hogy anyukám, egyet mondok, ne játsz. Igen, én nem fogadtam meg a Dini tanácsát, hogy ne játszak. De hozzám nem ért oda. Nem is mondta. Mihilda királynő volt. Volt egy ilyen kis tyúkanyó jellege, de ugyanakkor, mint egy diák. Komolyan vettem a bulizást tulajdonképpen az egyetem alatt, és még utána is elég hosszan. Kell az embernek néha egy ilyen agymosás. Amikor öntve kapja a hülyeséget.